Az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a japán árfolyama a dollárral szemben, annak ellenére, hogy január 29-én a Japán Egybank egy újabb monetáris lazítást jelentett be, mely szerint az újonnan elhelyezett betétekre negatív betétirátát határoztak meg. Ez időlegesen megállította ugyan a japánia erősödését, azonban néhány nap múlva ismét lefelé vette az irányt a dollár árfolyama. Érdemes megvizsgálni a hosszabb és rövidebb távú grafikonokat technikailag is. A hosszabb távú heti felbontású grafikonon látható, hogy 116-nál húzódott egy meghatározó támasz, mert letörésre került az elmúlt napokban, így az alakzat célárfolyama a 110-es szint alá mutat, azonban 110-nél húzódik egy fontos támasz, mely megállíthatja az esést. Hosszabb távon azonban mindenképpen erős japánjára készülhetünk, így az esetleges pozitív korrekciós hullámokat újabb dollárján short pozíciók nyitására lesz célszerű kihasználni a későbbiekben. A rövid távú grafikonon látható, hogy itt is jelöltem a fontos szinteket, tegnap 111-nél állt meg az esés, és onnan egy kisebb pozitív korrekció indult, azonban ennek tartósága erősen kérdéses, hiszen ma ismét lefelé vette az irányt az árfolyam. A 110-es támasz érintése esetén érdemes zárni a short pozíciókat, és egyre nő az esélye, hogy a japán jegybank ismételten beavatkozik, így minden pozíciót veszteségvágó megbízással célszerű védeni.